A vénából szívjuk ki a vért, átmegy a rendszeremnek, ez a kis hátsó része, amit meg kell mutassunk itt. Ez végzi igazából azt, amit a tüdő egy ekkora kicsi részen van, az a felület, amin keresztül tudjuk oxigénizálni a vért. A most beszerzett két darab keringést és légzést támogató eszközök egyikét mutatja a szakember a Pécsi Szívklinikán. Ezek azok a gépek, amelyek a súlyos állapotú covidos betegeket segíthetik az intenzív ellátásban, mivel a koronavírus a tüdőt támadja és okoz hatalmas károkat. Olyan mértékű tüdőkárosodást tud okozni, ami mellett a hagyományos gépi lélegeztetés olyan paraméterekkel tudjuk a beteget oxigenizálni, amilyen terhelést egyszerűen az egészséges tüdő sem nagyon visel el, a beteg tüdő pedig végképp nem. Tehát ezért felértékelődnek azoknak az eljárásoknak a szerepe, amik másképp oxigenizálnak, és ennek tulajdonképpen jelenleg egyetlen módja van. Ez a tüdőpótló, vagy hivatalosabb nevét, ugye a VV ECMO kezelés. Ezt tudják a most beszerzett eszközök. Az átadón köszönetet mondott az egészségügyi dolgozók munkájáért az országgyűlési képviselő. Az elmúlt most már majdnem kettő esztendőben azt a versenyfutást, amit ezzel a világjárvánnyal meg kellett vívni, azt az itteni szakemberek emberfeletti erőfeszítéssel jól végezték el. A Fidesz parlamenti képviselőjelöltje is csatlakozott kollégájához. Kővári János az egészségügyi dolgozók heroikus küzdelmét emelte ki, amit a világjárvánnyal szemben folytatnak. Az orvosi eszközöket valamivel több mint 100 millió forintért tudta megvásárolni a klinikai központ, és használja mostantól a covidos betegek gyógyításában.